Magyarok milliói látogatták meg a temetőben nyugvó szeretteiket Minden Szentek ünnepén és a hosszú hétvégek korábbi napjain. A sírkertek szerdáig országszerte hosszabb nyitvatartással várják az embereket, a temetéseket sok helyen felfüggesztették az ünnepi időszakra. Szüleim, nagyszülőm, nagynéném, tehát ők már itt nyugosznak, én pedig jövök és gyertyát gyújtok ilyenkor. Budapesten a farkasréti temetőben sokan nem csak a rokonaik, hanem híres emberek sírjait is felkeresték. A helyi virágárusok alig érzékelik a gazdasági válság jeleit. Drágultak a virágok, mint minden más, hiszen minden költség drágult az őstermelőknél is. Egy 15-20%-os drágulás következett be, de ez nem látszik a forgalmon, tehát ugyanúgy megveszik a virágot. Természetesen sokan keresik a legolcsóbb virágokat, de az embereknek a minimum az 50%-a az ugyanúgy megveszi a legdrágább virágot is. A katolikus naptárban november 1-e az üdvözült lelkek emléknapja, a halottak napja november 2-a. Mivel azonban 2000-ben november 1-ét tették munkaszüneti nappá, ezért a legtöbben ezen a napon látogatnak el a temetőkbe.